két kiemelt programot említenék, amit kiemelnék. Az egyik, hogy valamennyi kiemelt fejlesztési térségnek része egy olyan borászattal és gasztronómiával foglalkozó képzőközpont, amihez hát hasonlatos leginkább Luxton az Osztrák Borakadémia mintájaként tudnánk említeni. Azt gondoljuk, hogy minden egyes desztinációnak feladata, hogy a saját tájegységi ételeit, receptúrait és borkultúráját bemutassa az odaérkezőknek. Hiszen nekünk magyaroknak a töltött káposzta az töltött káposzta, de egyébként az országban számos helyen az töltött káposztát készítenek. És azt gondoljuk, hogy ha ezek a képzőközpontok az alapfunkciójukat betöltik, és szakembereket tudnak kibocsátani vendéglátás területén, felül még egyébként a helyi turizmusnak is részei lesznek, kitelepülésekkel, főzőtanfolyamokkal, vagy bármilyen olyan kiegészítő programokkal, amiben mondjuk a Balatonra érkező turistákat ki tudják szolgálni, ez egy új típusú érdekes attrakció tud lenni. A másik, hogy minden egyes desztinációnak része egy olyan bor turisztikai fejlesztés, amely a borutak mellett egyébként pont a bor és gasztró területtel kapcsolatos kitelepülésekkel, illetve rendezvényekkel kapcsolatos fejlesztéseket tartalmaznám. Mindig én balatonfüredi vagyok, és azt gondolom, hogy balatonfüred turizmus a ma például már ott tart, hogy a balatonfüredi balhetek az egyik leggyengébb remárkázható rendezvény a Balatonfürednek. Tehát például szerb esztétikusabb faházak, tisztább poharak, minőségi ételek, még minőségi borok. Azt gondoljuk, hogy az ilyesmi típusú beavatkozások is azt tudják segíteni, hogy a bor és gasztró kultúra az egyébként nagyon magas minőségű és Budapestnek egyre nagyobb konzervet jelentő fine dining terület mellett vidéken is, vagy a Budapesten kívüli desztinációban is valódi bizonyítottá tudjon válni. Ebben nekünk elsődlegesen segítő szerepünk van. Gondoljunk csak abba bele, hogy mondjuk a Balaton környékén 5 évvel ezelőtt 15-20 jó étterem található, ma már a gasztrokocsmáktól kezdve a street foodig vagy a strand, minőségi strandbüfékig számos útvonalat jelen van, ebben nekünk minden támogató segítséget meg kell tudnunk adni. Részben mondjuk a strandfejlesztéseken keresztül fogunk kiszolgáló funkciókban, de akár a helyi alapanyagok